Amikor valaki először találkozik a hálózatokkal, általában a véletlen hálózatmodell az, amibe elsőként belebotlik. Nem azért, mert a hálózatok véletlenszerűen keletkeznek, hanem azért, mert ez az alapmodell, amit semmilyen szabályszerűség nem befolyásol. Tehát ez az, amihez hasonlítani lehet bármilyen más hálózattípust. Hiszen bármilyen ettől eltérő hálózattal találkozunk, az rögtön valami szabályszerűséget sejtet, amit onnantól már csak meg kell fejtenünk. A véletlen hálózat, avagy más néven az Erdős-Rényi modell két magyar matematikus nevéhez kötődik, Erdős Páléhoz és Rényi Alfredéhoz, akik 1959-ben publikálták cikküket a véletlen gráfokról. A modell végtelenül leegyszerűsítve úgy működik, hogy veszünk két csúcsot, majd adunk nekik egy valószínűséget, majd kockadobás alapján eldöntjük, hogy összekötjük-e a két csúcsot egy éllel, vagy sem. Minél nagyobb valószínűséget kaptak a csúcsok egy gráfban, a gráfban lévő kapcsolatok annál sűrűbbek lesznek. Egy véletlen gráfban a fokszám eloszlás a statisztikában jól ismert normál eloszlást fogja követni, azaz a legtöbb csúcsnak nagyjából hasonló számú éle, azaz kapcsolata lesz, és nagyon kevés csúcsnak, amiket itt a széleken láthatunk, nagyon kevés vagy nagyon sok kapcsolata marad. Tehát a fokszám eloszlás egy középérték köré fog tömörülni, aminek mindkét oldalán nagyjából ugyanannyi csúcs található. A véletlen gráfok egyik érdekes tulajdonsága, hogy alacsony bennük a klaszterezettség, nem olyanok, mint a valós életben előforduló hálózatok. Ugye, a valós életben lévő hálózatok általában azért jönnek létre, hogy valami funkciót ellássanak. Azaz, a fejlődésüket valaminek a hiánya, vagy valaminek a bősége szabályozza. Hiszen ahhoz, hogy egy bizonyos funkciót el tudjanak látni, a hatékonyság miatt egyedi mintázatokba kell rendeződniük, kialakítva ezzel a hálózat topológiáját. Például nem véletlen, hogy a biztonságos túrázók is hosszú évek tapasztalatait összegző térképekkel készülnek a túráikra, amin rajta vannak a jól bejáratott útvonalak, a helyek, ahol le tudnak táborozni, és a biztonságot nyújtó turistaházak, ahol megpihenhetnek. Ilyen térképek nélkül a túrázók ki lennének szolgáltatva a véletlennek, és csak céltalanul bolyonganának az erdőben, mint valami tébolyult. Tehát a hálózatok kialakulását bizonyos tényezők szabályozzák, ilyen tényező például a környezet, mint az előbb említett biztonságos túrázást lehetővé tévő táborhelyek és turistaházak, vagy mondjuk az emberi test edzettsége, ami nagyban behatárolja, hogy mennyire terhelhető valaki fiziológiailag, azaz mennyi utat képes egyhuzamban megtenni pihenő nélkül. De ilyen például a hátizsákunk mérete is, ami megadja a keretét annak, hogy mennyi élelmet vagy életben maradáshoz szükséges eszközt tudunk magunkkal cipelni.